Az év első nagy nemzetközi vására az agromas iránt idén a szokásosnál is nagyobb az érdeklődés, ami a gyorsan változó gazdálkodási feltételek, a változó klíma, a gyökeresen átalakuló mezőgazdálkodás ismeretében nem is csoda. Aki fejlődni és gyarapodni szeretne, annak naprakésznek kell lennie. Most itt összefoglaló néven a precíziós gazdálkodásról beszélünk egy pár éve, hogy ennek a bevezetése elengedhetetlen azt, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni. Lesz még következő lépés, az pedig a agrárdigitalizációnak a bevezetése és a térhódítása. Egyre többet kell termelni, lehetőleg egyre olcsóbban és környezetkímélőbben, egy szóval okosabban. Az okos gazdálkodás már szinte minden területen teret nyer. Egyre több berendezés képes arra, hogy kommunikáljon az üzemeltetővel. Különböző paramétereket mérünk a gépek működése során. Az üzemeléssel egyszerre például mérünk áramerősséget, áramfelvételt, motorhőmérsékletet, és ezeket az adatokat továbbítjuk. A nagy erőgépek is csak úgy, mint a személyautók, állandóan változnak, ami nem csoda, hiszen a fogyasztók, felhasználók igényei is finomodnak. A gazdálkodók számára a hatékonyság, illetve az egyszerű kezelhetőség, a munkaidőnek a hatékony kihasználása az elsődleges. Itt a hatékonyságot két szempontból szeretném megközelíteni, az egyik a költségeknek a minimalizálása. A másik hatékonysági szempont természetesen az elérhető legnagyobb haszon. Magas profitot pedig általában a prémium minősághoz. Egy jó minőségű takarmány lehet az alapja az állattenyésztésnek, hogy megfelelő hozamokat érjünk el. Ez viszont jó takarmányt kell készítenünk, amihez kell egy szükséges betakarító, egy megfelelő betakarítógép. A vasárnap estig tartó vásáron az agrárdigitalizáció, a robotika vívmányai mellett a legmodernebb erőgépekkel, okos berendezésekkel, valamint költséghatékony és környezetkímélő gazdálkodási módszerekkel is megismerkedhetnek.